Megyagép kezdhetem, sziasztok! Pedálcsere volt ugye, és sokan kérdezték, hogy mi a különbség. Hát akkor elmutatogatnám, hogy télen, amikor megfagy az ember lába, akkor egy zártabb cipő lenne jó, mert ebben megfagyok. Viszont annyi pénzem nincs, hogy vegyek még egy téli SPD cipőt is, és akkor itt érnék a lényegre, hogy mi az SPD. Ez a Shimano féle kötésforma. Ez a patent akad be. Ugye ide. Ezt feles pedálnak nevezik, mert az egyik fele kötés, ha másik is kötés lenne, akkor lenne SPD pedál. Itt meg sima cipővel tudod tekerni. És ez jó dolog lenne, mert ugye amikor nincs olyan hideg, akkor tudsz menni kötésbe. Azért, na miért jó a kötés, ugye? Nem csak lefelé nyomod, hanem húzni is tudod visszafelé, fölfelé a cipővel a hajtást. Szóval nem csak egy ilyen negyed fordulat az erőátvitel, hanem folyamatos. És ugye mindkét lábra sokat lehet vele olyan izmokat, szalagokat terhelni, amit amúgy nem egy sima pedálla. Na most az a baj ezzel a feles pedállal, hogy ugyanígy lehetne menni, de megmutatom, hogyha egy kört mész egy bakancsba, akkor itt szépen elvágja a talpát, és utána dobhatod ki a bakancsodat. Nagyon sok cipőt írtam így le 100 kilométerenként, 4-5 naponta egy cipő. Szóval azért érte meg egy rendesebb 20, mit tudom én, 6-7-8 ezer forintos kötés cipő, ami már 10 nem tudom hány ezer kilométer óta így néz ki, egy-kétszer a mosógépbe is volt. Szóval ahhoz, hogy ez ne vágj el, ahhoz föl kellett tenni egy platform pedált, ez meg attól platform, mert egy ilyen nagy lapos valami. Ez nem egy márkás cucc, mert ugye a feles pedálom egy ipari csapágyas KTM, ebben szintén egy 16 ezer kilométer van meg a cipőbe is. Ő már egy másik Braille, komplet biciklit leírt, amin 4 hajtásláncot cseréltem meg minden, meg a cipő is. Ez viszont csak 2-3 ezer kilométert ment most télen, és ha jobban megnézitek, még mindig ugyanaz, mint újkorában, hogy így szorulós a csapágy, viszont így van egy picike lógása így hosszínálni. Nem zavar, amíg nem esik szét. Na viszont ez azért jó, mert akárhol ráléphetsz, és nem cseszi szét a cipődet. Viszont akkor pedált kell cserélni, ugye, amikor mínusz 10 fokba tekersz, akkor kell a zárt. Ilyenkor, amikor plusz 10-be tekersz, akkor mehet az SPD, és akkor most feles pedállal megyünk. Ha néha kell, akkor egy-egy kört kibír a bokancs, aztán majd kidobjuk. És akkor miért van itt még egy cipő? Ugye? Hát azért, mert amíg az SPD az nagyon jó mountain bike-ra, terepre, stb., mert egy lazább kötés könnyebben több játékot enged így is, és viszont kisebb helyet is foglal, nem is lóg ki a cipősíkjával, és az SPD cipőknek általában van talpa, és itt mutatnám, hogy az SPD SL, ugye sokkal nagyobb profi kötés, viszont semmi talpa nincs a cipőbe, esélytelen ebbe gyalogolni, vagy menni, vagy megállni. Hogyha ebből összeveszel egy másik kerékpárossal, akkor ne próbáld pofon verni, mert tuti segre ülsz, szóval ez nagyon gáz. Ebből menni nem lehet, csak pár lépést. Viszont, hogyha őt, ugye országútira való, bekapcsolod, akkor a színkód szerint ez egy 6 fokos játékot enged, de van a 3 és a 0 fokos fekete, ha 0 fokos, majd kell vennem egy olyan stoplit, játékot enged, szóval bekapcsolod, és akkor 0 fok így, meg sehogyan sem ennyi, szóval itt minden egyes mozdulat az mind a hajtásba megy át, egy nagyon profi cucc, ráadásul ez a cipő, mint látod, itt bemegy a levegő, itt átmegy a levegő, és itt távozik a levegő, szóval egy szellőzőrendszeres cipő, nyári, nagyon jó. De hát országútival általában nyáron megy az ember, ebbe a dzsuvába pedig marad a mountain bike, amikor pedig SPD-t használsz, aminek ugye a cipője is olyan, hogyha netán le kell szállni, mert hát úgy járt, elszakadt, vagy dzsuva van, akkor van valamennyi mintája a cipőnek, és úgy is van kiképezve a talpa, hogy ebbe bizony lehet túrázni, menni. Én ebben már jó pár kilométert gyalogoltam is, amit látszik a sarkán, meg mindenhol a kopás. Szóval ebbe kényelmes egész nap túrázni, bringázni, sétálni, menni, futni, minden. Szóval hát futni annyira nem vicces, mert azért elég keményen kopogós talpa van. Na ezt akartam elmondani a kötésekről, úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le ezen túl se semmire.